Bravúr bejutó a férfi kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Az oda már kvalifikált Veszprém és Szeged mellett a Gyöngyös vagy Mezőkövest kérdésének lezárulta előtt. Ott van már a Vác NB1B-s csapata, amely az élvonalbeli Cegléddel X-elve ért oda. A másodosztály vezető gárda edzője Zsiga Gyula és a 45 évesen is aktív Bajusz Sándor játékos a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Urak, hát ugye ez az osztálykülönbség miatt egy meccsen jutottatok oda, ott kellett bizonyítani, és ugye az X az ráadásul éppen ezért nektek kedvezett a másodvonalbeli csapatnak. Ugye előtte mennyi esélyt adtatok magatoknak? Én úgy gondolom, hogy játszottunk már a Cegléddel felkészülési mérkőzésen a nyári időszakban. Elég meggyőző fölénnyel nyertünk, és alapvetően ugye úgy állt össze a csapat, hogy azért egy tapasztalt és első osztályt ilyen alaposan megjárt játékosok alkotják azért a keretnek a gerincét, és hát bizakodóak voltunk a sorsolást látván, hogy esetleg van esélyünk, pláne hogy egy mérkőzés az, ami eldönti a továbbjutást. Sanyi, te most nem véletlenül, vagy most is öltünk, mert tehát ugye te munka mellett nem bírod abba hagyni a kézilabdázást. Számodra egy ilyen mérkőzésnek, egy ilyen kupadöntőbe jutásnak még mindig ugyanolyan tűze van, még mindig ugyanolyan szenvedéllyel csinálod, mint annak idején, amikor csak is ez volt a dolgod? Másként nem csinálnám. Uh-huh. Tehát élvezem az egészet, a sportot, a kézilabdát, a versenyt, tehát ezek így bennem vannak mélyen, és a munkámat is élvezem, tehát ez nagyon fontos az embernek az életében, hogy élvezze azt, amivel foglalkozik. Uh-huh, tehát akkor gyakorlatilag akkor neked egész nap a munkát is szereted, meg a kézilabda sem munka. Igen, mondtam a mesternek, most kezdek, este majd 6 órakor, tehát 8:30-kor végzek edzésre, tehát a mai napom az. Ja, akkor odaérsz öltönybe, ledobod, persze, és akkor jön a játék. Néha talán érdemes öltönybe is kipróbálni, lehet, hogy akkor is jól játszana, nem? Hogyha nincs idő átöltöm. Nem hinném, mert kicsit feszélyezve érezni magát szerintem. De alapvetően inkább nem is az öltöny, hogy nyakkendővel. Ja, értem. Na most egyébként összegészében van olyan bravúr ez a Magyar Kupa 4-es döntő számotokra, NB1-b-s csapatnak, mint mondjuk a Szegednek, ha tovább jut a BL-ben most ezen a körön, és ott lesz a legjobb 8 között? Hát, hogy elég érdekes az összehasonlítás, alapvetően nagyon fontos és nagyon jó dolog. Tehát egy alakuló félben lévő csapatról van szó, amely idős tapasztaltabb játékosok és fiatal játékosok vegyülete, akik a tavalyi szezonban kiestek ugye az első osztályból, és eleve ez a év, ez gyakorlatilag a felkészülésére. Na, hogy visszajutni. Így van. Hát vezetitek is a tabellát, úgyhogy ott igen. A cél. És minden egyes olyan kis siker, vagy minden egyes olyan pozitív kis csomag, ami ebben a felkészülésünkben, ebben az utunkban ér bennünket, azt nagy örömmel fogadjuk, és igyekszünk meglovagolni ezt. Tehát természetesen a kérdésedre válaszolva, hát ha nem is akkora volumenűben a siker, éljük így át, de természetesen ez egy siker, és nagyon örülünk neki. Hogyan ment egyébként Sanyinak a játék? Na, nagyon jól ment neki a játék alapvetően, azt hiszem ő volt az, aki a sorsdöntő egyenlítő gólt az utolsó másodpercekbe belőtte, úgyhogy sokat köszönhet neki a csapat. És általában is ebben a ligában és ebben a csapatban számodra ő edzői szempontból mit jelent? Én igazából szorosabban és közelebbről most ebben a szezonban ismertem meg a Sanyit, de természetesen ellenfélként vagy játékosként már régebb óta ismerem őt. Nagyon örülök neki, hogy összehozott bennünket az élet, mert úgy gondolom, hogy azon felül, hogy egy nagyon izgalmas és egy érdekes karakter, mindenki, és főleg a fiatalok számára egy példaértékű játékos lehet, aki a hozzáállásával, szellemiségével, alázatával, mert azt kell mondanom, hogy olykor-olykor nagyon fontos az, hogy a fiatalok érezzék azt, hogy be kell állni a sorba, és a cél érdekében alá kell rendelni saját magunkat. Tehát ezek mind olyan volumenek, amelyet a fiatalok, ha látnak, tapasztalnak, akkor ezt el lehet tanulni a Sanyitól, és úgy gondolom, hogy nagy örömre van, hogy megismerkedtünk, és hogy erősíti nem csak fizikális értelemben, hanem szellemiségben is a csapatomat. Egyébként Sándor, ezek a 20-25 évvel fiatalabb gyerekek, ezek hogyan fiatalok, hogyan tekintenek rá, nincsen apa komplexusuk? Érdekes kérdés. Én nem érzem magamat, hogy most 45 éves lennék, tehát nem érzem magamat egyáltalán idősnek, mert nem is vagyok az. Én úgy érzem magamat, mikor lemegyünk a pályára, elkezdjük az edzést, foci közben nyerni akarok, kézilabda közben nyerni akarok, tehát ez a nyerni akarás, ez visz előre engemet,
és egyáltalán nem úgy nézem a fiatalabb csapatjátékosokat, hogy ők most nagyon fiatalak lennének, mert nem fiatalok ők se, tehát 22-3-4-7 évesek, tehát ez egy nagyon jó kor a kézilabdához. Az enyém egy kicsit ugye kiesik ebből az egészből, de próbálok ott lenni a sarkukba, nem engedem magamat kiszorítani a csapatból, próbálok a csapatnak a javájára lenni. Egyébként erre az elnyűhetetlenségre vagy örök ifjú alkatra neked szakmai szempontból mi a magyarázatod? Mi múlik az, hogy valaki ennyi idős korában is jól, örömmel és stabilan tudja csinálni? Hát két oldal van a dolognak. Az egyik edzői szempontból ugye nagyon fontos a tapasztalat. Tehát úgy gondolom, hogy egy tapasztalt játékos, aki már nagyon-nagyon sok csatát megélt, és a top kézi labdában is ugye rengeteg időt eltöltött, tehát klasszis játékosnak mondható, az azért nagyjából tudja magáról, hogy mit lehet és mit nem lehet, mi az, amit be tud vállalni, mi az, amit nem tud bevállalni. Én úgy gondolom, hogy igen jó párbeszéd alakult ki kettőnk között, tehát alapvetően meg tudjuk beszélni azt, hogy egy bizonyos terhelés után mennyi regenerálódásra szükséges idő kell ahhoz, hogy a Sanyi újra hatba fogható legyen, illetve mennyi idő kell ahhoz, hogy ismételten olyan teljesítményt tudjon nyújtani, mint azt megelőzően a pihenési szakasza előtt, illetve hát természetes, hogy vannak olyan feladatok, vagy olyan gyakorlatok, ami alul adott esetben mondjuk felmentést kap, de ez tényleg nagyon minimális. Uh-huh. Ez nagyon minimális. Nagyon fontos egyébként a tapasztalt játékosnál az, hogy ő saját maga ismeri magát, és olyan energiatakarékosan tud mozogni, hogy kifejezetten csak azokra a dolgokra próbál fókuszálni, ami az ő energiáját nem pazarolja el. Tehát a fiatal játékos, így van, tehát a fiatal játékos, hogy úgy mondjam, éppen abból, hogy nem élt át ilyen szituációkat, ilyen helyzeteket, azért ő pazarolja az energiáját. Most annyi fókuszál, és próbálja a prioritásokra figyelni. Van egyébként sok régi kollégával, meg harcostársal találkozol még az NB1B-ben? Nálad idősebbel például? Ez érdekes kérdés. Kinézetre vannak idősebbek, ugye, de korban nincs. Személyigazolvány alapján már nincs. Igen. Tehát így kell fogalmazni az egészet. De még mindig mondom, hogy én valahogy nem érzem át ezt a kort egyáltalán. Köszönhető annak, persze 10 edzést már nem tudnék csinálni, meg BL-be. Valószínűleg, hogy szétesnék, de ebben az edzés mennyisége, amit van itt, így élvezem az egészet. No, nézzük, hogy mit tippeltek egyébként a másik párharcban. Szóval, mit gondoltok azok után, hogy ugye 31-24-es előnyről indul a mezőkövest, ki lesz a negyedik résztvevője ennek a kupadöntőnek? Hát, úgy gondolom, hogy hazai környezetben a Gyöngyösnek minden esélye megvan arra, hogy fordítsa. Behozza ezt. Igen, tehát még két esélyesnek látom a továbbjutást. És azt mondanak, Sanyi, hogy na, az milyen lesz? Azt mondtam, hogy egy BL-ben már nem biztos, hogy szívesen örülnél meg, megbírnád, viszont ugye ebben az április végi Final Four-ban a két BL csapat ellen játszhatsz, és játszhattok. Itt milyen célok lehetnek egy ilyen helyzetben? X számú gólt kapni, vagy nem kapni, szóval hogy megy fel ilyenkor az ember majd a pályára? Hát igen, itt a mesternek a feladata az, hogy célokat tűzön elépünk, hogy ha összekerülünk, mert pedig össze fogunk kerülni, vagy a kedvenc csapatommal, a Pixegettel, vagy a Veszprémmel, tehát hogy ott milyen célokat fogunk meghatározni, de inkább az a másik meccsre kell majd fókuszálnunk. Szerintem teljesen mindegy, hogy most a Gyöngyös lesz az, vagy a Mezőkövest, mind a két csapattal tudunk versenyezni, mert olyan csapatunk van, amelyik első osztályú csapatokkal is tud versenyezni, és szerintem az a bronzérem megszerzése lehet a célunk, és az nem is egy olyan cél, ami nem behozható. A kedvenc Szegededre, vagy pedig inkább a Veszprémmel szeretnél játszani? Inkább a Szegeddel szeretnék játszani, ugye főleg a szurkolók miatt, mert ott elég nagy a népszerűségem, és Veszprémiben nem annyira, bár ez már régen volt, már nem is tudom, hogy emlékeznek-e rám, bár szoktak írni a Facebookon, hogy még emlékeznek rám, ennek örülök, tehát még nyomot hagytam bennük is, de a Szeged ellen szeretnék játszani. Tehát akkor itt bronzérem volna a cél, a nagy vágya a kupadöntőbe. Összegészében a bajnoksággal ott meg ugye a feljutás a cél, hogyha az ember ránéz a tabellára, most is vezetitek. És akkor távlatosan jövőre, Gyula, egy stabil NB1-es csapatot szeretnétek építeni? Sanyival? Természetesen le fogunk ülni és meg fogunk beszélni az elképzeléseinket. Ez alapvetően arról szól a történet, hogy a Sanyi, mint az előbb említette,
a Felkofnál is, hogy neki nagyon fontos a civil életben a munka, és hogy tudja a munkát egyeztetni. Hát az első osztályban azért több edzés kell, de természetes, hogy ez attól is függ, hogy alakulnak a tárgyalások. Nem titok, sok-sok fiatal ideérkezésében reménykedünk, akik tehetségesek, ügyesek, előttük van a jövő, de természetes, hogy azok a játékosok, akik igarcolták a feljutást, azok lehetőséget kapnak arra, hogy gyakorlatilag megbeszéljük a jövőt, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnének. És Sanyi nincs egyedül ezzel a kérdéssel, tehát van több olyan játékosom, aki tényleg... Tehát ez egy váltás lesz, hogy NB1-ben ki mennyit tud vállalni. Én nagyon szeretném a gerincet megtartani. Hát én úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik kivívták, és ez egy 8-10 emberről beszél, akik kivívták a feljutást, illetve tényleg minden edzésen ott vannak, és egy nagyon jó egységet és egy közösséget alkotnak, hogy ezek köré, vagy mellé, vagy fölé, vagy attól függ, hogy a tárgyalások hogy alakulnak, egy komplett tényleg első osztályra alkalmas, és olyan csapatot kialakítani, aki nem fog kiesni, hanem bent tud maradni. Így van, ez a cél. Na most tényleg a végén, Sanyi, annyit mondjál meg, hogy akkor neked távlatosan mit gondolsz, még belefér egy-két évig, akár első osztályi szinten, tehát kevesebb nyakendő és több vax? Hát az nem fér bele, hogy kevesebb nyakendő és több vax, de nekem 32 éves koromban mondták, hogy most már kiöregedőben vagyok, azóta húzom az egészet. Már többször levezettem, nem tudom, én szeretnék még játszani egy évet, minimum, az most, hogy Vácon lesz, vagy másik csapatba, itt a Pest környékére gondolok, azt még nem tudom, ez mind megbeszélés dolga. Szerintem lehet, hogy egy hasznos tagja lennék még akár egy NB1-es csapatnak is. Hát lehet, hogy így fog alakulni nálatok, Vácon. Mindenesetre akkor figyelni fogunk, és akkor sok sikert a folytatásra kupában és bajnokságban egyaránt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.